A vádlott befeküdt az ágyba, rövid idő elteltével a mellette fekvő, akkor 12. életévét be nem töltött gyermekkorú sértettet nemi vágyának felkeltése és kielégítése céljából simogatni kezdte. 11 éves volt a kislány, akit a saját nagybátyja erőszakolt meg Bátaszéken még 2013-ban. A férfi a féltestvére házában aludt azon az éjjelen. Mielőtt odaért, teljesen elrészegedett. Befeküdt az ágyba, az unokahúga mellé, majd simogatni kezdte, de nem állt meg itt. Egy másik kisgyerek is volt mellettük, aki a hallható hangok és a bútor mozgása miatt felébredt. Azonnal tudta, mi zajlik tőle néhány centiméterre. A vádlott kezdeményezésére a sértett kisgyermek a vádlott merev állapotú nemi szervét megfogta, majd a vádlott nemi szervét erőszak és fenyegetés nélkül a gyermekkörű sértett végbélnyílásához érintette. A vádlott és a sértett között történt szexuális testi érintkezés zajára a testvér gyermekkorú felébredt, aki az ágy másik felén feküdt, és egy alkalommal rászólt a vádlottra és a gyermekkorú sértetre, hogy magatartásukat fejezzék be. Másnap a kislány anyja is megtudta, mi történt, így indult az ügyben rendőrségi eljárás. A gyanúsított férfi viszont nem sokkal az első kihallgatását követően elmenekült Magyarországról. Amerikába szökött, ahol új életet kezdett. Felesége lett és gyermekük született. Nemzetközi elfogató parancs alapján végül idén szállították haza. Mivel viszont korábban a távollétében ítélték 4 év börtönbüntetésre, perújítást kezdeményezett. Emiatt most az egész bizonyítást előről kell lefolytatni. A férfit korábban szakértők is vizsgálták, egyikőjük megállapította, hogy szexuálisan aberrált. Egy deviáns szexuális magatartást tárató fel, amit leplezni igyekszik. Ennek a háttere az infantilis szexuális magatartás, túlzott szexuális feszültség, bizonytalanság, preferencia, zavar. Nem szavahihető a szakértő szerint a vádlott, és az általa elmondottak tartalmát praktikusnak vélelmezett védekezés határozza meg, és felelősség elhárító magatartást, valamint manipulatív magatartást tanúsít. Az Amerikában elfogott bátaszéki vádlott most is, mint korábban, mindent tagadott. Azt állítja, nem közösült a fiatalkorú unokahúgával. Tisztelt bíró úr, és én tudom, szívem szerint, a jó Isten előtt, hogy nem jutam hozzá egy újabb se. Na, a fejemben nem volt nekem ilyen, hogy az unokahúgommal ilyet csináljak. Mivel a férfi mindent tagadott, így a 2014-ben lezárt bírósági eljárást újra le kell folytatni. A következő alkalommal ezért mások mellett meghallgatják majd az áldozatot is, aki azóta már 21 éves.